Nincsenek gátak szellemedben, dicsőségednek nincs lehetetlen. Aranypor jelent meg a kezemen. Amikor közösen énekeltünk, akkor bennem is feltört a nyelveken éneklés. Azelőtt is tudtam, de nem tudott felszakadni, mert eddig sehol sem fogadták el. Új énekeket kaptam, más hangszíneket is ki tudtam énekelni. Eközben hirtelen a mennybe találtam magam, és ott láttam, hogy egy nagyon nagy vastag aranyajtót nyitottak ki. Ezután mondta ki Joshua Mills, hogy megnyílt a menny. Majd az arany utcán találtam magam, és minden aranyban fürdött körülöttem. Azt láttam, hogy egy korsóval merítenek az élet vizéből, és kifolyik le ide az alkalomra. Ekkor megszólalt Joshua, hogy most öntetik ki a Szent Szellem folyója. Azután kiáradt rám a kenet, mint olaj. Ez szombaton volt, vasárnap pedig erőteljes rózsaillatot éreztem egészen sokáig, meg ködöt érzékeltem. Azt tudom bizonyosan, Isten ébredést szeretne Magyarországon. Isten felpesdített, azóta más az ima életem. Később otthon észleltem, hogy a lábaim elkezdtek gyógyulni. A megújulás folytatódik. Aranypor jelent meg rajtam. Adakoztam, és másnap a lányom ajándékbelépő jegyeket kapott. Aranypor jelent meg rajtam. Amikor Joshua kézátétele imádkozott értem, egy erős ragyogás árasztott el a fejemet. Másnap ez a meleg ragyogás elárasztotta az egész lényem. Buzogni kezdett bennem az öröm. Már régóta csak sírtam Isten dicsőítése közben, most meg ennek a helyét kirobbanó öröm vett át. Megszabadította az Úr a keserű irítségből és ítélkezésből, és most már a jó dolgokra nézek, és arra várok. Amikor a próféta rám tette a kezét, abban a pillanatban nagyon erősen éreztem Isten jelenlétét. 28 évnyi reményt és hitet kaptam vissza, a régi kenetet új formában. A konferencián ezt a látomást láttam. A színpadon teljes szélességében Jézus ült a trónján. Elégedetten nézett le ránk, és az alázat köntösét osztotta ki. A dicsősége, mint egy takaró beborított minket. Kisgyerekként felvett minket az ölébe, megölelt és a szemünkre tette a kezét. A ruhája szegélyével megtörölte a könnyes szemeket és a szíveket. Ezt akkor láttam, amikor Éva térdelt a színpadon. Ezután egy párnán kulcsot hoztak az angyalok. Amikor az új hangunkat keresve imádtuk az Urat, azt láttam, hogy Isten szívében vagyunk. Amikor Joshua szombaton imádkozott értem, betöltött a Szent Szellem és elrepültem. Eközben egy pillanatra betekintést nyertem a mennybe. Azóta angyalokat látok. Amikor a dicsőség leszállt, olyan volt, mintha egy tűzfolyóba nyúltam volna bele. Láttam egy fehér sátrat, ahol Jézus ott ült az ajtóban. Szombaton a délelőtti alkalmon láttam Jézust, ahogy szikrázó ruhában fényesen jött, közeledett hozzánk. Ezután angyalszárnyakat, majd táncoló, éneklő angyalokat láttam. Az alkalom alatt lebegtem a felhő között, békesség és nyugalom árasztott el. Amikor felnéztem, beláttam a mennybe, csodálatos érzés volt. Pénteken, amikor a hangszálakért imádkozott Joshua, a következő csütörtöki kórus próbánkon feltűnt, hogy olyan könnyen jönnek ki a magas és a mély hangok. Most leellenőriztem, kb. 7 hanggal tágult a hangterjedelmem. Kedves Éva, annyira jó volt a konfi, és annyira hiányoztok. Legyetek áldottabbak ezért a sok munkáért. Nekem személy szerint olyan, mintha újjászülettem volna újból. Most éreztem először angyali jelenlétet, és ott táncolt velem. A szívem is újra reagált Isten hangjára. Valami furcsa érzést éreztem a karomban, mind a kettőben. Nem győztem libabőrös lenni. Azóta voltam házi csoporton, és mindent elmondtam nekik, mit éltem át. Kérték, hogy imádkozzak kézrátétellel értük, én meg csak ámultam. A Nincsenek gátak című dicséretet éjjel-nappal éneklem. Ez az egy dal szól bennem mindig. Tényleg fantasztikus volt az Úr dicsősége, jelenléte, én még szeretnék többet, még éhesebb lettem. Azért imádkozom, hogy ilyen emberekkel legyenek kapcsolataim, hogy a tűz tovább áradjon bennem. Nagyon szeretlek benneteket, tényleg nagyon hiányoztok. Egyik festő bizonysága. Szombat délutánig rajzolgattam, amiket az Úr adott, és úgy éreztem, ezt a képet kell megfestenem. Csak úgy jött a kezemből, sokáig előttem is rejtett volt, mi lesz belőle. Mindenkinek más jelentett a kép természetesen, és más nekem. De ez így oké. Már pakoltunk, amikor jelezték, valaki meg szeretné venni méghozzá azért, mert olyan nekik a kép, mint a Jordán medréből kivett emlékkő. A férjemnek szólt az Úr, kérdezzen rá, miről van szó. Kiderült, ugyanazzal a problémával küzdik a pár, amivel mi, gyermekáldás, és abban segítség bizonyság számukra a kép. Az ő számukra készült, csodálatos az Úr, egy kicsi élet megszületését segíti elő. Hisszük, hamar meglátjuk az Úr csodáját. A vasárnapi alkalom után hazafelé vettük észre véletlen, hogy csillog a tenyerünk. Akkor tele volt apró csillogó porral a kezünk, illetve mintha kissé olajos lett volna a tenyerem.
Kecerről 16-an voltunk a konferencián, igazából egy házi csoport. Az egyik testvérnő illatot érzett vasárnap este, és hétfőn egy boltba ment, ahol az eladónő azt kérdezte tőle, hogy milyen parfümöt használ. A válasz: nem használok. Elmondta, hogy hol volt Isten nevét felemelve. A mennyem azóta is áradozik Isten dicsőségéről, azóta bizonyságokat mond, másokat is bátorít, és sokkal komolyabban indult el az Úr útján. Én azt tapasztaltam, hogy Isten ereje olyan módon áradt ránk, hogy nem is bírtam megállni Isten dicsőségében. Amikor Joshua mi azt mondta, hogy Isten azt mutatta meg neki, hogy a színpad előtt szoknikat, sálakat, meg egyéb más dolgokat lát, azt hiszem, hogy az első között futottam ki egy táska holmival, amit betegektől, megtéretlenektől vittem az Úr indítatására. Egyik testvérnőm olyan képet látott szellemben, hogy egy hosszú márvány lépcsőn álltunk, és azt mondtam neki: na gyere, induljunk! Lánya szombaton csodálatos illatot érzett. Nagyon hálásak vagyunk mindannyian, hogy ott lehettünk és megtapasztalhattuk Isten csodálatos dicsőségét. Isten nagyon gazdag áldása legyen az életeteken, Joshua Mills, Éva és Csaba. Általában éjjel 3-4 is felébredek, de a konferencia első napja után végigalszom az éjszakát. Az izületeim nem fájnak többé, és a gerincem, ami megroppant egy emeléskor, most úgy érzem, kezd teljesen helyreállni. Csodálatos öröm és békesség van a szívemben, reggeltől estig dicsérem az Urat, egyre többre vágyom, szeretném mindig a dicsőségben lenni. A konferencia után beindult az életemben a gyógyítás ajándéka, amit már régen megkaptam, mint egy kenetet, de valamiért nem működött eddig az életemben. Egy éjszaka alatt 5 ember gyógyult meg általam, és köztük volt egy béna kezű, aki 24 éve volt béna előtte. Azt hittem, hogy fel tudom ezt fogni, de néha még nekem is magas. Érdekes, de még az én kézfejeimben is megjelent az aranypor, nagyon aprón, pont mint a porszemcsék a konferencia után pár nappal, pedig én fizikailag nem is voltam ott. Amikor közösen énekeltünk és táncoltunk, keresve az új hangunkat, belőlem is felfakadt a nyelveken éneklés egy teljesen új kristálytiszta hangon, és bár nem értettem, mit éneklek, elkezdte csorogni a könnyeim, teljesen átjárt a Szent Szellem. Később egy alkalommal, mikor Joshua Mills biztatott bennünket, hogy nyújtsuk ki kezeinket és vegyük át, amit Isten elkészített számunkra, én becsuktam a szemeimet, és hatalmas fényesség jelent meg előttem, a férjem pedig úgy érezte, amikor kinyitotta a kezeit, mint egy szilárd tárgyat fogott volna meg. Az első szülésem óta időnként problémáim voltak az emésztésemmel, a konferencián ettől megszabadultam. Azóta sokkal intenzívebb a kapcsolatom az Úrral, több csodát és csodálatos vezetést tapasztalok azóta is. Egyet kiemelnék közülük: 2 napi este leborultam Isten előtt, és az imádság és dicséret alatt éreztem, hogy nem vagyok egyedül. Valaki nagyon közel megállt előttem. Hirtelen egy kellemes borzongás futott át rajtam, és egy természet fölötti békesség árasztott el. Tudtam, hogy Istennek egy angyala állt velem szemben. Egy életre szóló élmény volt a konferencia. Nagyon hálás a szívem Urunknak és a szervezőknek. Számomra sok-sok testvér közössége volt igazán felemelő, az, ahogy számtalan különböző felekezetből és háttérrel rendelkező ember képes volt egy akarattal az égre emelve kezét a mi Úrunkat magasztalni. Érezhető volt, hogy a teremben nem csak mi emberek vagyunk jelen. Sok csoda és gyógyulás is történt, ezek bíztató jelek. Igazán gyógyulni az eklézsiának, az Isten népének, mint egésznek kell, és ha ehhez olyan szolgálókat kell hívnunk, mint Joshua Mills, hát legyen. További sok áldást kívánok a szervező csapatnak. Az Úr felé való csodálat, hálaadás, imádat, dicsőség légkörében van az én életem is. Azt gondoltam, hogy majd a konferencia után enyhülni fog, de ugyanaz az atmoszférája van most is jelen. Az van bennem, hogy ez már nem is fog elmúlni, mert Isten szeretetének kegyelmi ajándéka ez, a menny dimenziójában élni. Dicsőség az Úrnak! És a csodák tovább folytatódnak veled! Joel 2.28.30 És lesz azután, hogy kiöntöm szellemem minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló lányokra is kiöntöm azokban a napokban az én szellemem, és csodajeleket mutatnak az égen és a földön. Sőt, még a szolgákra és szolgáló lányokra is kiöntöm azokban a napokban az én szellemem, és csodajeleket mutatok az égen és a földön.